idéző visszacsatlakozott. Mikrofon is? Igen. Na, egy kisebb szünet után megjöttünk kicsit az Alsóág legutolsó meccsével, ugye, ami nem másért szól, mint igazából a harmadik, illetve még a lehetőség arra, hogy döntőben játszhasson valakit, a harmadik helyet is. Ugye látjuk azt, hogy a Vágy múlt, még már a 8. fél perc, a Karusz ultija be is fejezik, 5-0-val jelen pillanatban mennek. Teljes Péter nyugodtsággal a lappul csapata ellen. Ja, bizonyos Krisztikez Karusz, szóval elpent a rostán, és tudta hozni. De majdnem minden meccsen tiltak fölösen a Karusz karakterét Krisztikeznek, de látjuk, hogy játszani Lissandrával, látjuk, hogy játszani Jace-el, Syndrával. Éppenség, ami van, azt fogja meg, de a Karusz mindenkiben kiemelkedő. Kicsit szerencsétlenül jött ki egyébként ez a Karusz ulti, mert hogyha még 2-3 alaptámadásra ott maradt volna a krugok mellett Jarvan, akkor dubla gyilkosságot tud elvinni, és villan be Technoviking. Nincs elég maná Technonak, de jön 3 torony sebzés, sem viszont hátul a fresh. Éppenséggel maná még van Irének arra, hogy el tudjon majd ugrani. Marad az 5-0. Kijön lassítás Janától, jó a tornádó, nem? Éppenség kicsit még ebből Till. Jarvan is érkezik eközben, ugye Thresh próbálja támadni. Thresh azért el fog tudni jönni, valamennyi manával Technoviking is a közelben maradhat segíteni. Erről van szó. Egyértelműen Technoviking a célpont. Írjuk a húzás, ettől függetlenül még most sem meg Kasserin. De elhozzá függetlenül Jarvan-t, és mindig ilyen fent Techno. Kasserin közben látjuk, hogy semmi életerőség. Thresh követi folyamatosan. Éppensége megvan Techno, de tényleg a határait túrolta a mindenes lehetőségének, és még azért Thresh-ben valamit büntetni. Egyébként Till az alsó jövésen egyes egyedül játszik Janával és Jinx-el szemben, és Janna meghal. Konkrétan egy vágói, a Jinx ulti az mellé, Till ahhoz, hogy meg fog halni a gyújtás, az kijön, ettől fél az kevés, hogy minden mindenképpen széttövik a hátsóját. Még egy minimás. Istenem. Azért ez eléggé morbid hülye volt így mindenképpen Jinx és Janától. Till konkrétan 1v2-ben nyer a lényt, egyes egyedül. Két játékossal szemben, addig, amíg elment Roamerni a Thresh. És ehhez mindenképpen kellett, hogy gyönyörűen villant el ugye Graves a Jinx ulti elől, másképpen már réges-rég halott lenne. A felső ösvényen pedig annak köszönhetően, hogy az oltalmazóval már rendelkezett Kassadin, ugye a szintlépés miatt nem tudta őt Thresh befejezni, így Kassadin ugye megölte Technoviking szvényét és az egészet megúszta élve. A középső ösvényen 74-70 a minionok állása, a felső ösvényen is teljesen elhanyagolható a két játékos közti különbség, ugyanígy igaz ez a jungle-re is. A mai nap streamelt meccsek során már sokadszorra az alsó ösvény az, ahol egy komolyabb előny kialakul az egyik féllel szemben. Ezúttal ugye a Wild javára Till az, aki hát ha nem is duplázza jelen pillanatban Jinxnek a farm mennyiségét, láthatjuk, hogy tárgyakkal nagyon csúnyán megszaladt.
a maga 4-1 gyilkosságával lassan 4500 arany környékére érkezik, és ezzel vezeti a teljes tabellát. Ráadásul Kaziksznak is van egy gyilkossága, illetve egy támogatása, és ennek köszönhetően már rendelkezik a harcos kiegészítésével is a dzsungeltárgynak. És nem sikerül elvinni a Kaziksznak, ugye a sárkány az ír az, aki befejezi egy sima alaptámadással. Bele is halt, hogy Kaziksz meghalni, ugyanitt Karusz is igazából meghalt, Vess is. Három gyilkosság jön össze igazából így. A sárkány. Ez egy elég bátor sárkány próbálkozás volt így. Nagyon csúnyán megitta a levét a Wild Multigaming. Közben Irelianak kell megtartania a hidegvérét és ugrania el Svein lefogása elől. Ha azt talált volna, akkor valószínűleg Kassadin el is búcsozott volna az életétől. Tappan se közben ugye a gyilkosságnak köszönhetően kiegészül egy kék buffal, és így rakétákat lődözni folyamatosan mana problémát nem fog neki okozni. Kérdés az az, hogy hogyan tovább. Gravesnek láthatjuk, hogy körülbelül 200 arany híja volt, hogy be tudja fejezni a határtalan pengét. Mivel erre nem volt lehetősége, a cipő mellé kiegészítésképpen gyorsan vett egy kést is, és a határtalan penge még várat egy picit magára. 108 milliónjával Graves a tabella első. Két csaba költ a különbség, 2000 gold, és teljeskedő visszatér az alsó ösvényre lövésze mellé, ennek köszönhet, hogy végre visszaáll a 2v2-es tendencia. A közben Irelia jelenleg mindenki küszödik az élet erejével, ez Svein-re érkezik, így még Jarvan, más initiate nem lesz, nem fog érkezni senki, Svein-re nincs teleport, bocsánat, egy villanása. Itt azt, hogy nemes egyszerűséggel a táncán kínál gyilkosságot fejezi be, egy egyszerű ulti pull kombóval. Ez egy elég érdekes hiba volt most Technovikingtől, látta már Jarvan közeledését, mégsem egyenesen a torony felé mozgott, hanem kicsit elnyújtva az útját, hogy bemászott az egyik bokorba, ennek köszönhetően Jarvan volt lehetősége, illetve Jarvannak volt lehetősége utolérni. Karthusznak az ultiját pedig nagyon-nagyon kevés életerővel, de túléli Kassadin, ennek köszönhetően 8-5 marad az állás, Kaziksz pedig készül a dive-ra. Őt is teljesen nyugodtsággal, a Janalak jelenfények ultia még nincsen, egy nemes egyszerűség lehet rá, és úgy is hétel, meghal még Jinx, egy fokkal Janalak, hogy dől a torony, 2-0 plusz a torony, mindenkivel ez legalább meg mi 2000 gold különbséget tetszett, és így most már közel 3000 pár száz golddal vezet a Vibe Multigaming. Eközben pedig az X-nak van lehetőség az ellenfél oldali dzsungelt is takarítania egy picit. Chris Myersnek nagyon csúnyán elfogyott a manája, de az istennő könycsepjét már ugye stackelgeti egy ideje. És 15 minion választja el Graves-t attól, hogy a 14. percben is duplázza Jinx-nek a farm mennyiségét. Eközben Gendan az, akit nagyon csúnyán elkapnak, de életével biztosítja, hogy Kassadinék ne forduljanak be időben a kék buff környékére, és így ugye el tudja hozni Tashlord az ellenfél oldali dzsungelből a kék gólemet és a buffját. Eközben a Simbak módot gyorsan bekapcsolt a Pierce. Technoviking a felső ösvényen már toronydöntés határán, sehol senki a közelében, Kassadin teleportja még mindig nem elérhető. Egy-két alaptámadás azért még fog kelleni, mert ha Kassadin visszajön teleporttal, adott esetben akkor megállíthatja a minionokat. Úgy is van, Technoviking így viszont szét fogja verni a tornyot, és a teleport így jóformán teljesen hiába érkezett Kassadintól. Látjuk már a napkorong jelet a toronynak a hűlt helyén. Ne felejtsük el, hogy Azir van ugye a lapu csapatában. Az állás 10-6 és 3000 pár száz góldá vezet a Multigaming csapata lapulás szemben. Kassadin 71 és Svein 74 minél rendelkezik, mert ugye a középső és ilyen Karthus és Azir 108-110 minél körülbelül. A nagy különbség kettő között nincsen, sem a felső, sem a középső esélyen. Bár az alsó esélyen körülbelül most már szám szerint több mint 44 millió különbséget lehet tenni a két lövész között, és nem is egyszer volt az ominózus pillanat, amikor Graves egyes egyedül az alsó esélyen, egyik-kettőben tartotta, védte és ölte is meg a két ellenfélét. Konkrétan nem csak a sávot tartotta valamennyire. Technon érkezne Jarvan, Jarvan a kultja volt, a DBJ pérsége lett volna, a Svein-t villanás jött vissza. Ennek köszönhet igazából úgymond demácia után teljesen nyugodtan sétált, vagy villant volna ki abból a bizonyos ultiból. Nem is pocsikoltak rá, és torony is, és nem is akartak még beszedni. Másfél perc múlva fog éledni ugye a sárkány, egy Rylai-jal már kiegészül, közben Chris Myers a középső ösvényen.
Abban a pillanatban, hogy azért egy aknával el tudja találni, akkor lehet végig kergetni és egy ultit kikényszeríteni. Abból az azírból továbbra is a középső és a felső ösvényen teljesen elhanyagolható. A farmbeli különbség egy gyönyörű szép lámpásnak köszönhetően Grace még egy-két alaptámadásra ott is tud maradni és csak utána fogja a menekülőre. Kérdés, hogy hogyan tovább? Kazixnak át kell ugrani a falon, és most Chris Myers-t lehet támadni. Ezen a kéne demáciát, tiszta, még van villanása. Opa, jön a James Luthi. Elmegy Karus füle mellett. Gendának kell kifesselni ebből a pályázat. Kijön a Karus ulti éppenséget, akkor csak kitalálom megint a véletlenek a sebzését, de hogy Java neve nem volt túl sok életerőn. Sárkány 45 másodpercről érkezik körülbelül. Addigra még Netanyahu-tán Jarvan is vissza fog érkezni. Hát túl nagy probléma egyik oldalon sincs még. Swain-nek a teleportja pedig nem elérhető. És ilyen szempontból kifejezetten hátrányos helyzetben van most a Wild, mert Swain abszolút nem tud gyorsan sem tornyot dönteni, sem pedig a minionokat torony alá tolni, nagyon-nagyon sok manát kell felhasználni ahhoz, hogy az ultiával elég sebzést bevigyen egy teljes minion adag gyors eltakarításához, és az átok nyelővel is rendelkezik már mind Kha'Zix, mind pedig Jarvan, ami azt jelenti, hogy Swain-nek adott esetben, vagy azírnak, ha nyújtanak segítséget, akkor strapabíróbbak lesznek. Közben X-Worm helyett ugye Till már menekül, megint ott a lekészített lámpás, egyszerűen áthúzza le lövész társát a falon Thresh, és így lehet tovább menekülni. Kassadin pedig gyalogszerrel próbál a többiekkel kiegészülni. Techno már itt van, mind a kettejüknek megvan a korok pálcája, és el lehet kezdeni harcolni a következő sárkányért is. Ami már ugye él, 3500 arany, továbbra is a Wild előnye, Jannát nem sikerül megtámadni a Swain-nek, Chris Myers-nek pedig hát mana és életerő gondjai lesznek lassan. Ha itt harcolni akar a Wild a sárkányért, akkor lehet, hogy Chris Myers be fog menni és feláldozza magát. Villanása viszont nincsen! Igazából a lesújtás mindenki Jarmat érkezik később. Ennek köszönődik ki a sárkány, a Wild múlt, hogy megint sárkány nélkül marad. Ez plusz minél kettős gyilkosság. A Wildnek a sárkány nem megy igazából ezen a meccsen. De másik sárkánynál veszítenek óriási goldokat. Sárkányosan tudnak hozzászólni, és megint lapuljon ki ebből jobban. 136-138, középen ugye az állás, de 4 játékosával, most már lassan 5 játékosával van középen a lapu csapata, és egy torony után azonnal döntik a másikat is, ráadásul még Thresh-t is be tudják fejezni. Ez a torony pedig így, hogy megvan, összvisz 400 arany, már a különbség a két csapat között. A Morellonomikonnal rendelkező azír, így, hogy nem volt villanás a Chris Myers-nek, jóval többet tudott hozzátenni a sárkányharchoz, meg is lett az eredménye, 10-9-re módosul az állás, közeledünk a 20. perchez, 1 perc múlva élet lassan nasor. Ez a bizonyos 500 goldos különbség két csapat között, én őszintén mondom, hogy nem számítottam rá. Ezt a Wild Multim ugye már a másik, még az első sárkánynál valamennyire fogkias érkeztek, meg is voltak hibák, de a második sárkánynál mondtad igazából, ettől csak a Wild rosszabbul játszott a sárkány körül, és ugye így a lapul légi túhákú csapata gyepálta őket össze. Ne felejtsük, hogy ez a THC csapat, aki most ugye lapul néven fut, nem egyszer esett már orra az idén. Bizonyos kvalifikációkon nem sikerült átmenniük, és súlyban már nekik már mondhatni, hogy idézőjelben teljesen ki van igazából mindenük attól, hogy nem jutnak előre, egyről a kettőre. És ők biztos, hogy szeretnének legalább döntőben szerepelni, ha még a másik helyek is biztos, hogy örülni fognak, ha van lehetőség. Ez igazából a Wild Multinget. Most ezen a BU1-es alsági döntőn át kell tudni magukat vészelni, és át kell magukat valahogy rágni rajta, hogy tényleg jókor a sebzés kap, de annyira ez nem veszélyes még. Netanyahu-tán villania kellenek résznek, ugyanis volt neki. Janna a középső ösvényen tartja a tornyot, amíg ki nem egészül adott esetben Jarvannal vagy Jinx-el. Érkeznek megint a homok katonák, zárják amennyire csak lehet torony alá a Wild játékosait itt az alsó ösvényen. Janna pedig a pajzsaival amennyire csak lehet tartja Chris Myers-t. És előbb-utóbb el fogunk jutni arra a pontra, hogy tornyot dönthet a lapu az alsó ösvényen. Kassadin nagyon csúnyán berántja a Thresh, de az ultiával még azért bőven van lehetősége korrigálni. Így kristályflaska stacket kell, csak hogy elhasználjon egy kis ivászatra. Nasor már ugye él, sárkány még egy jó ideig nem lesz, tehát tornyokat kellene céloznia mindenképpen a lapu csapatának. Kha'Zix jelenléte azonban az alsó ösvényen ebben eltán, vagy ettől a próbálkozásuktól legalábbis a térképnek azon a pontján eltántorítja őket.
Jarvan pedig szépen lassan a sutyerákot kergeti, hogyha jól látom, legalábbis így a mozgásából ítélve próbálja a kis szerencsétlent kergetni, csak meg fogja találni őt ugye Swain, megvan a sutyerák, megvan a mozgási sebesség, Technónak pedig alig van manája. Neki alig van manája, hogy valószínűleg egy ultiban nem fog tudni túl sokáig Jarvan körül majd megpróbálni valamilyen úton módon cserélgetni. Alig 1300 volt pillanatosségről beszélünk, jó lett volna a Hulk Thresh-től. Azt szerint ultinak köszönhetően nem talál a Hulk. És ebben a Technó rejelkezik Jarvan, és a Janna is szintén még mindig nincsen manája Swain-nek. Kiment a Janna ulti közben, visszaadni Christy és Thresh-t. Arra, hogy tessékeny olyan szinten Technót, Jarvan már kifelően szintén. Jön megint a bizonyos Karus ulti, nem elég, megint csak ettől fájt az megy. Azért jön meg a lefárasztás közben, azért van jó húzás közben Kasserine-ra. Jön meg Tastlord közben, befejezi azért Tastlord. 1-0-ásra a Vibe Multigame-nek, Jarvan lesz így bajban, még Jinx-t van oldalra segíteni valamilyen szinten, 2-0-ásra Jinx a kerekedő célpont, jönik az, ahogy Janna, az ultit kerüli ki Janna, és Jinx fogja fel valamilyen szinten a tarkujával, nincs így három gyilkosa, de 2-0-ásra a Vibe Multigame-ig. 2 perc múlva fog még csak éledni a sárkány, 210 minionjával Graves maga biztosan vezeti a tabellát és a határtalan penge után. Egy kicsit fura módon Graves-től már láthattuk, hogy a Yumu szellemkardját is megépítik. Ugyanezt a taktikát láthatjuk most is, következő állomás. Így, hogy szépen kezd azért páncélzat lenni már a Jarvanon, akár lehetne az utolsó lehellet is, de Graves-nek valószínűleg magabiztosabb döntés lenne, mivel egy Kassadinnal és egy Jarvannal kell szembenézni a vérszomjas, vagy valamilyen formában ugye életlopás. És Jinx is visszatér a kezdőre, elkölthet 1500 aranyat, ami arra enged következtetni, hogy egy serénnyel fog beújítani. Nem! Jinx is úgy, ahogy van, sebzésre megy, érkezik a második KN kard a határtalan penge után. 12-9, 2200 különbség két csapat között is, igazából a sárkány kb. 50 másodperc múlva lesz. De előbb-utóbb lehet majd átsorolni a Vibe Multigame-nek is. Ne felejtsük, hogy 2 darab sárkány van már lapulnak. A Vibe Multigame-nek azt mondja, hogy nulla. Elég meglepő statisztika ez. Két sárkánynak köszönhetően, amit el tudott vinni ugye a lapu, már nem csak 8% plusz sebzéssel és varázserővel rendelkeznek, hanem a minionokra és a szörnyekre is többet visznek be 15%-kal. Sárkány 25 másodperc múlva éledni fog. Kék gólemnek a buffjával gyorsan kiegészül Chris Myers, mielőtt még ugye a többiekhez kellene gyalogszerrel csatlakoznia, és mind a négy játékos, Kassadint leszámítva, akinek nincsen teleportja, már ott van lapu oldalról a sárkánynál, van még 5 másodperc hátra az éledéséig, Technónak pedig annak ellenére, hogy teleportja van, manája egy fikarcnyi sincs, jóformán ő sem fog tudni csatlakozni a többiekhez. Én megkockáztatom, hogy ebből meg lesz a harmadik sárkány is. Kha'Zix próbálkozhatna bemenni, Gravesnek még az ultia látszólag időben csattant, nagyon szép a sújtás viszont Jarvantól, és így Janna mellé még 5% mozgási sebességgel kiegészül a lapu csapata, és ezzel egyetemben még mindig le vannak maradva körülbelül 2000 aranyjal, mint azt láthatjuk 12-9-es gyilkosság állásnál. Chris Myersnek a szokásosnál jóval védekezőbb tárgyak felé kell vennie az irányt, és amíg az istennő könycsepjét nem tudja átalakítani, addig azért Azir jóval többet hozzá fog tudni tenni egy-egy csatához. A középső és a felső ösvényen továbbra is teljesen elhanyagolható a két játékos közti farm különbség. Az alsó ösvényen viszont Grace már 250 milliónnál jár, és ezzel ő vezeti megint csak, vagy továbbra is, a teljes tabellát, kereken 2000 a két csapat közti arany különbség, Gravesnek pedig, mint azt láthatjuk, a következő állomás mégiscsak az utolsó lehellet lesz, és most érkezik egy szünet. Ebben a pillanatban pedig már elkezdődik a visszaszámlálás, hogy ugye folytatódhasson a mérkőzés, mind a két dzsungeles
már egy jó ideje rendelkezik a harcos kiegészítéssel, ami 45 sebzés közben érkezik egy teleport közvetlenül arra a minionra, amit ugye ütött a torony, és így egy kicsit elnyújtott ostrom időnek köszönhetően megvan az alsó ösvény külső tornya. Jinx kapja hármójuk közül a legnagyobb sebzést Karthusznak az ultiából, de mint ezt láthatjuk, Karthus ulti ez kifejezetten csak arra érkezett, hogy kezdeményezhessenek az alsó ösvényen Kha'Zix-ék, és eközben Azir már a középső ösvényen, kihasználva, hogy a homok katonákat lehet közvetlenül is sebzésért cserébe a toronyra használni, közben Irelia-nak lenne lehetősége bemozdulni egészen Graves-ért, és annak ellenére, hogy talál még a Jinx ulti is, Graves el fog tudni jönni az őt kergetők elől, Davy kap még egy kritet, és most Gera is bajban van, Jinxnek most már egyre nagyobb a sebzése, Chris Myers-től pedig el fog tudni a passzívjának köszönhetően szaladni Jinx, és folyamatosan kint tud maradni távolságán kívül is, ugye Karthusznak Jinx, ennek köszönhetően meghal Chris Myers, és akinek ultia már nem volt, Kassadinnak azonban az újabb ugrás már jóval több manába került volna, mint ami a rendelkezésére állt, és így ő is az enyészetévé válik. 700 arany a két csapat közti különbség a 26. percben. Iszonyatosan kiegyenlített ez a meccs is, annak ellenére, hogy 80 miniont ver ellenfelére ugye Graves. És ha jól sejtem, úgy is van, ha ő visszatér a kezdőre, akkor az utolsó lehelletet be is tudja fejezni, ez ebben a pillanatban meg is történik. Azirnál pedig egy elég érdekes tárgyválasztást láthatunk ebben a pillanatban, ugyanis Athéné Grája mellé még egy Morellonomikont is épített, ami azt jelenti, hogy neki jelen pillanatban, ha jól számolom, akkor 200%-os mana regenerációja van, és mana problémája az oké, hogy egyáltalán nem lesz, az ő sebzése azért Karthuszéval szemben előbb-utóbb jelentősen le fog csökkenni, most azért kiegészül ő is egy pálcával, eközben érkezik Jarvan a felső ösvényre, Technovikingnek nagyon szép a területi lefogása, nem tud Jarvan közel mozogni hozzá, viszont nem is elsősorban Swain, ugye a célpont, akinek a manáját így tökéletesen el lehetett fogyasztani, hanem a torony, ami ebben a pillanatban be is dől, Irelia pedig nagyon csúnyán előre mozog megint, és ez bizony a villanásába kerül, mert szépen reagál Kha'Zix. Mindent el kéne használni arra a Karthuszra, hogy idő előtt meghajjon. Van még egy villanása Azirnak, de ugye a shotgunnak a... Nem is tudom pontosan, hogy hogy lehetne ezt jól magyarul megfogalmazni. A shotgunnak az a lövedéke, amit ugye teljesen célzatlanul csak úgy elerez Graves, vagyis az ultiáról beszélek, ugye átrepül az erdő falán, és igazából befejezi azt az Azirt, aki ugyan gyönyörűen fejezte be, ugye Chris Myers nem tudta túlélni ezt az egész csetepatit. 2 perc múlva fog éledni a sárkány, és 500 arany választja el Chris Kikesz, bocsánat, 300 attól, hogy a Zonya homokóráját befejezhesse, és adott esetben még egy-egy ilyen kellemetlen találkozó során is, amit Azirral meg Jinx-el elszenvedett itt most a dzsungelben, ki fogja tudni tolni az élettartamát, ha más nem azzal a 2 másodperccel is. Az istennő könycsepjén pedig rendelkezik már mind a 750 stackkel, ami azt jelenti, hogy arany választja már el csak Chris Kikeszt attól, hogy a Seraph ölelésével is rendelkezhessen. És bedől az első torony a középső ösvényen is. Wildosok ezt ugye el tudják vinni, ráadásul sikerült megölni Azirt is, még mielőtt bármit csinálhatott volna. Graves már Jannát is megöli. Jinxnek még egy darab alaptámadása kellett volna, hogy Chris Myers is meghalljon, akinek van lehetősége adott esetben még az ultiát elhasználni, de valószínűleg inkább visszatér a kezdőre. Jinxnek nem elérhető már az ultiát, tehát biztonságosan vissza tudott térni Chris Kikesz is a kezdőre, ami azt jelenti, hogy innentől kezdve újra mehet majd a sárkány elejére, illetve nem is elejére, sárkányért való harc, ami általában az őrszemek kihelyezésével és kitakarításával kezdődik. Én veszek egy nagy levegőt, most Pierce fog nektek mesélni. 1400 golda jelen pillanatban ugye vezet a Vive Multigaming csapata. Nem túl sokkal, sárkányokra viszont nem volt túl sok tudomása. Jó a húzás, ettől függetlenül Jarvanra Thresh jön be, jön majd Jarvan mindenképp hátulról valamennyire fel segíteni még a csapatát. 5
személy érkezik a Kasszorinak, Kasszorin mellé megy minden lassítás, minden húk, ettől függetlenül, hogy a Tassurik agresszívan ugrik majd, még rá is villan majd, hogy befejezze Kasszorint. A Sárkány pedig érkezik, Jinx a közel van szintén, ember hátrán van ugye a lapult csapata, ettől függetlenül, még erre tudnak éppenséggel mozogni a Sárkány, közel fél életerő alatt már a Jinx ultik ilyen hátul három, mert talán el megvan a Sárkány a Vi multigamingnek, és azt hiszem az első stackje ezzel egyetemben. Még a másik oldalon már két darab sárkány vagy a lapulnál, ha minden igaz. Ennek köszönhető, hogy a Vi csak most kezd érvényesülni azzal a 8% varázssezés és 8% ugye páncélsezésé legyenek majd. Ugye ezzel szemben a másik oldalon már a 15%-os minion is szörnysezés, és már ott van a kettes sárkány sztárnak köszönhetően. Kriszkik ezt pedig kiegészül az anya homokórájával. Azírnak vagy Rabadonja, vagy szintén zonyája érkezik majd, ezt még egyelőre nem látjuk, ugye van a tarsójában 730 arany, és legalább 130 kell még neki, hogy a pusztító pálcát megvehesse, és ezzel igazából megmutassa nekünk, hogy melyik irányba fog ő majd tovább építkezni. Thresh és Janna pillantja meg egymást a Nashor előtt. Janna már üti egy ideje a sutyerákot, ami azon nyomban deszel vissza Azir felé, és próbál menekülni. Mindig egy menekülő művész az a sutyerák, nem véletlenül ez a neve, tökéletes választás volt. Egy igazi sutyerák. Ez. A kék buffot pedig megint megkaparintja ugye Chris Myers. És Grace, illetve Swain van nagyon-nagyon lemaradva a többiektől. Kérdés, hogy tud-e itt most esetleg harcba bonyolódni, vagy harcba kényszeríteni ellenfelét a lapu? Úgyhogy, hogy nem, szépen lassan hátrább vonulnak, és felveszik újra az ösvények pusolásának taktikáját. A felső ösvényre érkezik Kassadin, az alsóra pedig Azir és Jar van jóformán egy ütemben. Középen maradt még az előbb Jinx és Janna. Jannának viszont van újabb 500 aranya, amit adott esetben elkölthetne, ha visszamenne a kezdőre. Nagyon-nagyon szépen veszi észre. Éppen hogy elhalt a rántás Jinx füle mellett. Chris Myers nem szabad, hogy belelépjen a bénításba, Azirnak pedig most már. Ugye a Morellonukonnal és az Athéné Grájával tény, hogy nagyon-nagyon sok mana regenje is van, de az újra töltési ideje elérte a 40%-ot, ami azt jelenti, hogy akár három homokkatonát is fent tud tartani egyszerre. 1600 goldal vezet a Vi multigaming csapata, kettő darab plusz torony van náluk jelen pillanatban, mint előny, amit a lapulla szemben tudnak felmutatni. Szépek a csúszkák, jók a Thresh Lanternek lámpások, folyamatosan 33. percben lépe már ahhoz képest, hogy ott járunk, hogy BO1, ami azt jelenti, hogy hívelesi lehetőség az van, csak eléggé úgymond Sokba fog kerülni, és fájni fog ugye, nem mindegy, hogy az ember elfogadja a harmadik helyet, vagy pedig játszhat még az elsőért, függetlenül mínusz egy ponttal kezd, úgymond idézőjelben, az ellenfelekhez egy egész teljes ponttal, akkor is igazából nem mindegy harmadikként végezni, egy már egy ilyen legjobb három csapat közt dúló viszályban, mint hogy igazából hátrában legalább megpróbálni ezt a bizonyos kupát elhozni a kecskeméti bajnokságon, mindig igazából egy pár 1000-100 gólat lehet ez a különbséget felrúlni, azért homokatonai pedig alkotnak, durrognak, dimidzsenek, fájnak, miközben Jawa-nak kell visszalépni a technónak a dimidzsétől. Túlságosan falnak, nem érdemes jelenni, de Jawa volt egy kapásból kijön, miért Kha'Zix először közelebb ugrik, Thresh fél életerő van, igazából neki így is érteni meg lehet, csak ahhoz ebbe le fog halni. Nem volt megfelelő a kommunikáció Jawa és Azir között, mert hogy Azir egyből villant és gyógyított is, érkezik azonnal Azir ulti a Graves ettől függetlenül, megint egy halálpontos shotgun lövéssel fejbe küldi, és így Azir az első halottja ennek a csatának. Még a zonya miatt életben van Kassadin, és ugyanez igaz Swainre is, Kassadin azonban elrottyan abban a pillanatban, hogy újra sebezhető. Alig-alig kéne sebzés két játékosnak is, hogy Jinx utána a passzívját kihasználva befejezhessen még több wildos játékos, de így, hogy nem sikerül senkit megölni, mind az öten életben vannak még. Techno a lepattanó sebzést is túléli, én már nem tudom, hogy hogyan. És még Kriszkikhez is van egy zonyája, hihetetlen. Nézd meg azokat az életerőket. Teljesen pont elég, calculated. Ja nem. Jaj, ez a húzás mindenképp jó, hogy Jawa, hogy nincs aki érkezzen, jön a Karthus ulti, Janna shield már kiment közben az első játékos erre a Jarvanra, meghal Jinx is, még Swain lép, úgyhogy a Swain akkor mindenképpen oldalba szórja a Jarvan, Grace hozzá még a legutolsó gyilkosságot, egy 1-3-as csere,
És mostanában mondhatni azt, hogy 4000 golddal megszaladt a Bayern, idézőjel megszaladt, de még nem igazán van úgy, hogy nyertünk. Nasorra nem lehet elmozdulni, ez egyértelműen látszik. Ugye az alacsony újraéledési időknek köszönhetően azért, illetve Kasszadin is visszaérkezett volna már, hogyha a Wild nasorozásba fogott volna. 35. percet ebben a pillanatban átléptük, ami azt jelenti, hogy innentől kezdve kezdenek el felfele skálázni az újraéledési időtartamok is, és minden egyes wave-vel érkezik majd egy ágyús minion is, aminek köszönhetően felgyorsulhat egy kicsit az ösvények előre tolásának az üteme. Újabb KN kard díszíti még a vérszomjas után is Gravesnek a tárgyait. 9.05-ös már, ugye Till következő állomás az akkor, megmondom őszintén, talán még egy vérszomjas. Vagy esetleg a szimitár, ugye, amivel nem nagyon van mit levédeni. Bénítások nem nagyon vannak, levegőben röppentés pedig ugye nem szed le a Merkuriál. Sárkán viszont ugyan 10 másodperc múlva, pontosan már csak 5 másodperc múlva, már mindez a bizonyos hidegháború, azért a hobokkal tanálni dolgoznak. Jön ez a bizonyos teleport, ugye így a felső esőrök azt, hogy nálatok, az ujjája van mindenképpen, az ujja már aktív, Svén veszi körre mindenképpen, Taskord is mellette, ugyanúgy még Thresh is meghal először Chris. Neki ultja már nincsen, meghal még Thresh, meghal még Svén, 1-3 csere azért közben 3-as gyilkosság, Jarran fejezi mindenképpen meg hát a Kha'Zix-ot, és igazából Till még nyugodtan szórakozhat, mert éppenség elegendő életereje van, mint Jinx, mint pedig Jarvan, a lassítás viszont talál még ettől függetlenül 1-2 még ugye Till, ebből sárkány szedés nem lesz, de semmi más se lesz. Maxi öldökölés. Hihetetlen cserék zajlanak mind a két oldalt. 4-et sikerül, ugye 3-ért cserélnie most a lapu csapatának, akik még mindig csak 2500 arany környékével vannak ugye lemaradva. 25-17-es gyilkosság és 8-4-es toronyállás mellett. Így, hogy 364 farmja van már a Grace-nek, és csak 250 Jinx-nek, még így is tartják a lépést a Wild Multigaming-el a lapu játékosai. És ha jól látom, akkor az anya mellé már van egy Rabaddonja is Chris Kikesznek. Hát még mindig várat magára a Seraph ölelése, úgy érzi, hogy anélkül a pajzs nélkül is megfelelő ideig életben tudott maradni eddig a csatákban, hogy kiassza a sebzést és jó helyen próbálhasson elszunnyadni, elhalálozni. Felső ösvényen pedig előbb-utóbb érkezik majd Randuin ómenje, és megint a lapu kezdi el a sárkányt, megint nagyon gyorsan darálják, megint nem ér oda a Wild, megvan a negyedik sárkány is. A nerés sárkány mindenképp már azért eléggé problémás tud lenni, hogy a Thresh tűnik el a pályáról, Johnny éppessége hátul, de semmi életéről még állt, Grayson elvisz meg, ahol Jarvan, nincsen életére azírnak sem azír, és a Kasszadin zónja egyszerre csattan, mindenki egyszerre jönnek majd ki, ettefélet ettől meghal, befejezi még Kasszadin, és az akarra szólt igazán megcsinálni az ace-t, és így 2 darab ember marad életben a Wild Multigamingnél. Fél perc van olyan Janna, fél perc van olyan Jarvan, 40 másodperc van viszont a többiek, addig a tornát lehet sanyargatni éppenséggel, valamennyire lehet inhibitoris képességgel meg lehet. Meg lesz, mert minion rengeteg nem. Minion érkezik minion ide a torony van. Alá, tehát a tornyot viszonylag gyorsan be fogják tudni dönteni Kha'Zix, illetve Grace. És ugye, ahogy te is mondod, hiába csak 2 ember maradt életben, ezek közül az egyik egy teljes életerővel rendelkező Grace, akinek már a támadási sebességére sem lehet különösebb panasz, annak ellenére, hogy csak a cipőből, illetve a desseléseiből kapja a plusz támadási sebességet. És úgy térhet vissza ez a Graves a kezdőről, hogy majdnem 3000 aranya van megint, amit elkölthet. Kíváncsian várom, hogy mi lesz a választás. Jöhetett volna egy Zephyr, egy Phantom táncos, de ott van végül a Scimitar, tényleg, amit még lehet a KN kardból építeni. Azon kívül, hogy talán Jarvan Randuinjának a lassítását le tudja magáról szedni, az égvilágon semmire se jó. Nem, most gondoltam bele, Jinxnek, hogyha belelép a csapdájába és nem tudnak ergetni, akkor egyből mehet tovább. Nem feltétlen ezek azok a képességek, ami ellen ezt a tárgyat építeni szokták, de belefér Gravesnek ebben a pillanatban, hogyha jól sejtem, akkor már olyan... Én 450-et akartam tippelni, de ez már az 500-hoz is közelebb jár, ez az attack damage. Viszonylag lassan, de ilyen bulldozer mennyiségűeket lő az a Graves.
4300 gólos különbség van a 40. percben, és közben mindenki a villan, először Cardus, majd Fes, minden igazából konkrétan mellé, semmi nem történt, de Vine Multigén mindenki agresszívan játszik, és próbálják valamit alkotni, és bizony azért passzinek köszönhetően van még egy torony, itt a csodaszép és csuda jó, félten túlnak problémát még nem okoz, inhibitori, attól félten közésősen be van döntve, előbb-utóbb az a bizonyos homok toronybe fog majd dőlni, túl sok vizet nem fog zavarni, a Vágy közben szépen sorol át a felső ösvényre, ugyanígy velük szemben szintén a pajzsal rendelkezve a lapú játékosai. Krisznek ugye ultia van, de a torony belőtt a középső ösvény, előbb-utóbb majd kell a középső ösvényen átfogni, valakinek mindenki ugye nagy minion érkezik. Krisz, ha... Kasszirén fejlő mindenki, meg Krisz, utána meg kijön a Kasszirén zónja, jön a Karthus ulti közben. Óriási divizsia megfelelődött, csak valamilyen csuklog. 2-1-es csere, hogy a Cardus halni, meg a Jonathan meghal, hogy Tashinak köszönhetően. Csuklog. Valaki emleget. Ötöfélde Jinx még majdnem befejezi Tashit hátul. Az a Hulk pedig majdnem még talán Jarra van, viszont nincs meg. 1-3-as csere összességében, megint a Vágy egy kicsikét jobban. És a középső ösvénynek Jinxnek most kell átpártolnia. És ezt a Vágy nagyon jól tudja, hogy egy emberek el kell menni. Így marad egy Jarra a torony alatt. Így még egy torony fog. Már ő se is, a következő toronyán bújik vissza, és most mert haza a Vágy, és ne találtam még a baronosos ki lehet lépni. 25 másodperc van átlagban hátra még 3 játékos éledéséig is, ami azt jelenti, hogy miután a Vágy visszatér a kezdőre, ha megindulnak egyből, a hoppá, Thresh meg fog halni. Bizony Thresh elszámolta magát, ő nem tudott visszatérni a kezdőre, így elbúcsúzik tőle a Wild Multigaming csapat. A Grisz már él, villanása nincsen, fárasztása még igen, ami azt jelenti, hogy egyedül ugye az idéző képességek közül csak Karthusnak a fárasztása, Gravesnek a gyógyítása és Kha'Zixnak a sújtása lesz elérhető. Akár a 2 perc múlva élődő sárkánynál is jelenthetnek még majd problémát Karthusnak ugye a villanás hiányai. Nasorra érkeznek a pingek már a Wild oldaláról. Kassadin pedig az alsó ösvényen tartózkodik, neki ugye van teleportja, tehát ő az, aki abszolút alkalmas lehet így az ösvény előre tolására. 420 Blazit minionja van ebben a pillanatban Gravesnek, a 42. percben tökéletesen tartja a perc mutatót. Jelenleg ő a keresztapa. 19.500 aranyjal rendelkezik, már nem nagyon tudja hova tenni azt az aranyat, amit ugye összeszedett, a cipőjét is eladta, a helyére került egy Zephyr, és nem lennék meglepő, hogyha előbb-utóbb 25%-kal megnövekedne Gravesnek a textúrájának a mérete is, mert hogy nagyjából az acél elixír van hátra, és Graves egyszerűen már nem tud mit venni, vagy mivel kiegészíteni. (33-22) a számok szépek, szóval a különbség az cseki, 43 perc. Tehát lassan átléve, megint igazán jön az a bizonyos Karthus fal, a homok katonák pedig szanaszét szedik, hogy közben Kriszt. 12-0-ás 421 millióan rendelkező Gravesről beszélünk, amíg csücsül most ugye a Vi Multigaming lövész hadseregnek az első pontján, közben a sárkány helyett, sárkány millióan sikerült behúzni a Thresh-nek. A Jarvan helyett, aki a Banshee fájra szintén rajta van, közben Kassadin a felsősvény tolja. És végre szemügyre vehetjük, mit csinál az 5. sárkány? Elképzelhető, hogy Till megpróbálja a sárkány. Bá, először, jön Till! Először a mai nap folyamán teleportja Technónak már van. Most mana és életerő szempontjából is sokkal jobban áll. Éled az 5. sárkány, illetve szám szerint ugye a 6., de az 5. vihetné el, és el is fogják vinni. Na, hogy néz ki? Hogy néz ki? Mutassátok! Ott van, lángolnak! Úristen, lángolnak! Yes! Hihetetlen! Meg van ösztökes sárkány, ez pedig Jarran bajban van ugyanúgy, hogy még képességre az ultia kijön, Kha'Zix hátulról, meghal Jarvan, de lángolnak! Hát lángolnak, nézd meg, hogy néznek ki, 3 percig mindenki lángol össze-vissza, az összes eddig megszerzett sárkány buffot megduplázzák, de folyamatosan hullanak el itt már, mint azt láthatjuk a lapú játékosai, Kassadin is visszaszorul, megvan újra a középső ösvényen az inhibitor, és lehet Jinxre is menni. De hát lángolnak. Hát lángolnak. Lefogás, ez jó, szépen jó mindenki, az ónyai, igazából nem először hal meg, majd még Techno épesége kimászik, és Karthus, aki szintén meghalt. Valaki csörög. Nem én vagyok, ettől figyelteni a Techno, aki még ugyanúgy halott.
3-2-es csere egy összességében, az inhibitor megint be van döntve. Tehát lángban lang, idiót. 35-25 az állás ebben a pillanatban. Azír egy napkorongot helyez el a középső ösvény tornyának, ugye a belső tornyának a helyére, és érkeznek a pingek össze-vissza, hogy hova kellene most a Wildnak fordulnia majd. Három játékosoktól is el kellett, hogy búcsúzzanak, Nexus tornyot nem sikerült dönteniük, és Graves visszatér a kezdőre annak ellenére, hogy már nem tudja az aranyat hova tenni egyszerűen. És jól sejtem, akkor megveszi majd az elixírt, és ennyi. Nashor Buffal pedig akármelyik csapat, ha kiegészül most már, hogyha a Wild lesz az, akkor be fogják fejezni a játékot, ha pedig ellenfelük, akkor elképzelhető, hogy ez a meccs tovább nyúlik egy órásnál is. Elképzelhető, de hát akkor is legalább látja, hogy mindig Graves-et lángol. De Graves miért lángol? Graves nem lángol, Graves-en elixír van. Ja, az oké. Tehát ő nem, ő lángol, nézd ő meg! Bemegy a bokorba, de olyan gyorsan, hú, de hogy lángol, azt nézd meg. Olyan sebességgel repül át Janna a bokron, hogy nem gyújtja föl maga mögött. Nagyon durva. Az is lángol, nézd meg. De te meghagyja, mert mi lángol tovább. Hát hogyne, hát nice. Másik le. Ja, tényleg. Azt nézd meg. Három és a lánglovagokban, bakker. És akkor érkezik ugye a Nashorhoz most már a Wild Multigaming csapata. Technó teleportja továbbra is elérhető. Sárkány még egy jó ideig nem lesz. A kérdés az, hogy sikerül-e csapdát állítani, vagy egyszerűen megpróbálja elvinni a Wild. Majd ugye a Nashort Jarvannak sikerül megfelelő helyre dobnia ugye a lándzsáját, és így szemügyre vehetjük, ahogy Kha'Zix próbálta kémlelni, hogy hova és milyen irányból lehetne előrefele ugrani. Kérdés, hogy hogyan tovább? De szépen lassan haladunk előre, és most sem talál Swain-nek az AOL lefogásra. De látjuk, hogy Techno Viking már most mana híján van. Nem nagyon volt neki lehetősége plusz manát építenie a karakterére. Egyedül a korok pálcája biztosít neki valamennyit, és nagyon csúnyán elfogy igazából, ha arra van kényszerítve, hogy a képességeit nagyon gyorsan egymás után spamelgesse, akkor tényleg nagyon záros határidőn belül elfogy az ő manája, hiszen mana regennel semmilyennel nem rendelkezik. Kassadin pedig eközben az alsó ösvényen tolta előre a minionokat, erre Swain próbál meg reagálni. Kassadin pedig csatlakozhat majd a többiekhez, miután nem biztos, hogy elmegy onnan alulról. Látja, hogy Swain az egyedüli, aki védekezik, ettől a rölgéstől meg kiégek. Ha valakinek jó napja van még. Nekem is. 35-25, az a volt nagyon elfáradtuk is. Most elkezdünk matakozni, és a 12 órája folyton pofázunk. Több. És oké, volt a szüneteim, de azért, na. Én már kétszer átestem a holdponton, kétszer majdnem elaludtam. Mindenkétszer megkérdezik most az arcomat, de hát... Még mindig itt vagyunk, még mindig ébren vagyunk, és mindig, még mindig zajlik, és még ezután fog csak a döntő igen jönni. Most indul el a Wild teljes erőbedobással a Nashor felé, nem is teketóriáznak, csapdaállítással egyből nekiesnek. Hatalmas kukacot viszik már, ugye 3-4 élete hiányzik a Nashornak. Húzás mindenkében jó zsanár, ettől függetlenül a Nashor meg lehet, nem elhozza Jarl a Nashort így. A lapul csapata igazából a comeback-et megint csak belehal Chris, belehal Thresh, belehal mindenki, a Carlos Ulti még kimegy, az kevés, Grace marad, egyes egyedül, 1v1-ben, hova tűntek a többi? Hogy az Isten, mert Janna és Tilly marad 1v1-ben végén. Lángoltak, végig lángoltak, de gyönyörű szép volt a baronkol, hogy a fenébe haltak utána meg, én ugye három halállal kezdtek ugye a Wildosok. Rezsi Démonnak pedig ugye van elég életlopása ahhoz, hogy itt még zarándokolhasson ösvényről ösvényre. Van egy bő 45 másodperce, úgyhogy csak Janna nézhet vele maximum szembe. A vérszomjasnak köszönhetően pedig egy-két alaptámadás után ő már max életerő környékén van, jelentős mennyiségű minion torlódik fel a felső ösvényen. Valószínűleg ezt egy újabb inhibitorra fogja tudni Graves váltani, mert még egy bő fél percig senki nincs, aki megállítsa. Ha jól számolom, akkor 9 darab lövés volt Gravesnek eltakarítani ezt a tornyot. Támadási sebessége ugyan lankad, miután leesik róla a csúszás után, amit ugye kap. A középső ösvényen viszont pont ebben a pillanatban éled a másik inhibitor is, és mivel még Jarvanig is 10 másodperc van, játszik könnyedséggel, ezt is elhozza magának itt Rezsi Démon, azonnal térhet vissza a többiekhez. Nashor Buffia pedig ugye egyedül egy Jannán marad.
Ami pedig azt jelenti, hogy a 4 másodperc múlva éledő sárkányt, ha most nem a lapu viszi el, akkor a Wild még egyelőre nem lángol, de a második sárkány stacket szerezhetik meg a játék során. Így van, miközben ugye látjuk azt, hogy ettől függetlenül a sárkányra érkezett a lapu is. És akkor megint lángolni fognak Arvil. Na ne, nem, ezt de. Már a hangszálaim nem fogják bírni. Pedig lángolni fognak, mert jön, megint a lapul. Ne csináld ezt, White, ne add oda a sárkányt. Tehát egy brutális sebzés, hogy ki is kell villania konkrétan. Jön utána, igazából itt kasztor nekem túl sok mannál nincsen, jön Jarvan. Kijön a Jarvan ulti, Krisz, aki kilép ebből a Demáciába, és ott függetlenül még ugyanúgy ott van a pókolni. Kijön a Zónya, ilyen szuper minő, mindenki ilyen segít, és érkezik meg oldalról Tashi. Mert a fiúnak arra az ulti még nincsen, a damage az nem elég. Krisz megint halott igazából, és megint 54 van. Sárkán pedig ott van a húzás mellé, a homokatra mindenki próbálnak csépelni. Janad még a tornádóra kijön, valamennyire fékezze. Az ember hátrában érkezik, várja a multigaming játékosait. Látszik egyébként, hogy nagyon fáradtak már a játékosok, mert ilyen elementális hibában nem szokott Krisz se beleszaladni, hogy egyszerűen odalép egy Jarvan és agyonveri. A White fogja elvinni ezt a sárkányt, ami azt jelenti, hogy megvan a Pushing Power nevű gyönyörű buffjuk, ami azt jelenti, hogy a minionokra és a szörnyekre 15%-kal többet sebeznek már a White játékosok. Sovány vigasz ez, 51. percen is túl vagyunk már, két inhibitortól kellett megint elbúcsúzni a közép és a felső ösvényen a lapu játékosainak, de az alsó ösvényen van még 2 darab tornyuk. Most már csak egy, ami közvetlenül ugye az inhibitor előtt áll, és utána a Nexus. A Nexus a következő célpont. Már nem tudom, mit csináljak. 39-30 az állás. 51 perc alatt. De hogy kimondtad azt a Nexus? A Nexus. Hát meg lehet a Nexus. Ezer arany. Vágyok a Nexus. Ezer arany különbség van 52 perc alatt a két csapat között. Tehát semmi, konkrétan semmi, és olyan hibákat vétenek egyik egy másik Nexus oldalt. Egy pauzat most komoly gyerekek. Sziasztok! Hazabicikliztem. Nézzel, hogy most tényleg pauzat végeztek ott? Illég. Mi? Végeztek. Igen. Nem tudom, szünet van most. Elvileg Nexus-et, hogy csak távolról látjuk, ülj le a fenekedre. Jó. Nexus. Hol a Nexus? Ezelőtt meg letoltunk egy olyan BO3-ot, ahol 47 percesek voltak átlagban a meccsek. Most én úgy gondolom, hogy erre nem sokan számítottunk, hogy ilyen szinten összekapja magát a lapu és megsanyargatja a Wildot. De 370 nézőnk. Hajnal egykor még mindig itt gubbaszt. Nagyon-nagyon szépen köszönjük egyébként a figyelmet. Igyekszünk nem kiégetni titeket a hajdanári poénokkal, amik itt sziporkáznak jobban. A pauzol, mi ott is. Ugye? Megnézte valaki? Az adminunk az megnézte, vagy hörszónodik? Ezt nem hiszem el. És ez komoly? Hallod, én hazamegyek. Képlesi, pisi szünet a meccs közben. Nem, nagyon örült obodások. Csak még tart. Nem. Na, még ez nem egy öntő. Üzemel még a büfé? Igen, hát, hogy valami innivalót még. Viszont vizet az kész. Ja. Akkor viszont... Egy óra. Az nem biztos, hogy 1-2-0 lesz a döntő. Ne. Jobb esetben 2 óra, rosszabb esetben 3. Ugye? Nem, jobb esetben még 1 óra. Több, másfél. Gyerekek, dobjunk fel egy érvét, azt vagy. Szerintem, hogy ők benne lesznek amúgy, a Wildosok, meg az ilyetemesek. Annyiszor verni szét egymásban, hogy mindegy. Wow.
nagyon sok. Kabul jön, ez a kimegyek pisilni meccs közben. Hallod, hát... Ez a nagyon jó dobadások. Kiró el fog aludni út közben haza. Én be nem ülök mellé. Hát ma vezetek én. A kusége. De bízz, beszéltem el hangcsira? Nem beszéltem vele még. Most egyszer felhívtam, de utána azt mondtam, majd szól, de... Sztornó? Ja, meg kell majd nézni, hogy hátra jött akkor e-mail, de szerintem szóra. Akkor rohagy meg! Mi? Ne, a vizi, a reggeli sofőrünk az nem érdek vissza. Nem. A sztorm. A reggeli az nem érdek vissza. Hallod kutya, ne érdekes a sofőr. Nem érdekes. Hallod, én mindig itt tudok és ezt csinálom. De már kockulsz. Ki van kapcsolva, mit? Ja, nincsen. Meg is érted a szobába történet. True love. No. De ha kinyer itt a Vájda döntőbe, vagy amelyik játszik a DFM ellen, akkor nem tudjuk. Már ilyenkor, este már mindegy. Mindegy körül ugyanolyan szinten van. Ilyen jól lóba mennek előre, azt majd lesz valami. Krisztus, miket csinál már? Te agyhalod. Úgy játszik, mint én. Az meg elég bad. Na, vége a pauznak. Már Krisz ilyet elront, az már jelent valami. Már megint? Megint becsípted. Na, szünetnek közben vége. Még most azokon nemrég vissza. 9 gyilkossággal megy a Vine Multigaming, de túl sokat nem jelent, mert igazából 900 gold a különbség, 52 perccel két csapat között, tehát igazából tűzfán fütyülő különbség van, semmi. Hihetetlen. Tényleg egy ezres, ami az 53. percben már olyan, mindegyik a 20 forint borra való, semmi. Mindig játékos úgy játszik tényleg, mint egy teljes mértékben begyepeserett ember, aki csak így megy előre. És így egyszer odaadok Amada, és így nem sok összhang van igazából a támadásokban. Ha teamfight van, akkor annyi különbség, hogy 10 ember 10 felé lő valamit, káosz. Aztán egy nagy káosz van, tehát nincs egymás építve semmit, sok az unió is konkrétan még amellett, amiért nem tudnak igazából egy fókusz végig kergetni, és váltják a fókuszokat össze-vissza. Megint jönnek a homok katonák is, próbálnak valamennyire alkotni és belehomokozni, még Krisznek igazából szokjálni alá! Krisz után fél életén alá kerül, egy pillanat alatt zónja ettől függetlenül van, és még nem aktiválta. Visszalép még Swain lámpásra köszönhetően, megint jött a vágy, jó a húzáskodnak azt, hogy még lehet gyugodtan dobálni, kimegy a zónja. Úgyhogy majd ugrani, jó a lefogás, épp is érkezik, igazából meghalt megint Krisz. Krisz Hulti pedig jöhet majd ki, bele fog halni, és arra ettől függetlenül, hát még egy brutális edzés kijön. Swain pedig mehet gyugodtan tasi, és ugyanúgy 2-2-es csere. Jó, az azért ult, és így mindenképpen vissza lett szorítva Till és Tas is. Ne felejtsük el, hogy két inhibitor be van tolva felül, meg középen, szóval előbb-utóbb át kell majd tolódni a valamelyik, vagy mit akartam mondani, igen, át kell menni, mindenki védekez majd a lapú játékosainak, de még egyenlően csak John, aki hátul védekezik. És hát, mint azt láthatjuk, Kassanék lángolnak. Lángolnak, bezony. Nézd már, ez a lángol. Na jó, nem. De miért látom? De most jön csak elixir van rajtuk. A sárkányt ugye nem ők vitték el. Másfél perc múlva jön a nasor. Márpedig, hogyha a lapu szerzi meg a nasort, akkor azzal kitolják megint egy 5 perccel ennek a meccsnek a végét. Ha a Wild szerzi meg a nasort, akkor Nexus.
lassan Nexus. Minden azon múlik. Ráadásul, mire a Nashor éled, addigra a felső ösvényen szerintem Inhibitorral is fog rendelkezni már a lapú csapata. Minimális hátralévő manáját Technoviking meg felhasználja még a krúgok eltakarítására. Így is van! Hihetetlen, hogy meccsnek ezen a pontján még tudunk figyelni a timerekre. Azt jelenti, hogy 12 másodperc múlva éledni fog a középső ösvény inhibitora is. Vagyis, mivel ez már megvan, a Nashorra úgy indulhat el a lapú csapata is, hogy a Minionoktól már a bázison nem kell tartani. Kassanin is gondoskodik róla, hogy legalább a második toronyig előre legyenek tolva saját minionjaik is. Jinx, illetve Janna pedig már azon ügyködik, hogy a Wild ne lásson rá a Nashor buffnak a környékére. A sutyerákot gyorsan bezsebeli a Wild, és így közvetlen rálátásuk Nashor elé, ugye nekik lesz majd, illetve az mozgási sebességet is biztosít ez a kis sutyerák. Eközben Kha'Zix bukja el a Banshee fájtlát, hiszen azért megtalálta egy homok katonával. Nashorban még egyik csapat sem kezd bele, a lapusok ugye várják a kezdőről visszatérő Kassanint, akinek már egy fagyos szíve is van. Meg még a Randuin, tehát mágikus ellenállásra szinte megint semmi. Megint néznek, villanással kezd. Komolyan, amikor ott van az a bizonyos homok torony konkrétan, és ez már tényleg a teljes mértékű debil játék Krisztől. Kriszt meg is hal, elforlat konkrétan. Az ulti a kapásra rátaposik, az R betűre nem hal meg senki, Kassanin jön ki, megfelelő majd Jar van, azért még éppenséggel él, hiába a Techno hátra, egy villanás, puff, egy generálta, puff, egy-egyes csere, Grace 16-0, 13-516 milliónnal, az eszem megáll. De még élet a sárkány. És akkor lehet majd lángolni. Még majd lángolhatnak lapulék. Meg az inhibitor középen, inhibitor lehetőségére már többre tolás. Az alsó és ilyen rakott minion érkezik, majd ne feledjük el. És van teleportja ugye Kassadinnak, és valószínűleg is fogja használni. Menni kéne. Látszik, hogy nasorozik most ugye. Hoppá, Kassadin backdoorra. Úgy, ezt Kassadin mondom. Kassadin backdoor az alsó és fényen, nincs totojázás, meg fűzfán, fütyülő, mindenki ilyen menés van Kassadin által az alsó ösvény, igazából le kell lépni a Vájnak ugye a Baron Nashortól. Ennek közben bejött már az alsó torony, Janai közben érkezik előrébb, jó a ráncigás, azért gyönyörű szép, azért ultiba, itt Teal esik így vissza, Teal meg fog halni, nem Teal még éppesség elért, az is kijön még. Ettől félnek Kassadin még nyugodtan bulizik tovább az alsó ösvényen, összességében egy-egyes csere, most éled majd Chris, éled majd később Jaron is. Baronassal nincs teszedve, Kassadin pedig az alsó inhibitor betolta, Baronassal pedig még mindig él. A fő problémája most a Wildnak egyébként az, hogy hoppá, közben meghal. Először 57 perc alatt meghal végre Teal. Fő problémája a Wildnak, amellett, hogy most ugye meghal Teal és egy percig nem is fog még újraéledni, az, hogy Karthuson, ha jól sejtem, gyorsan még rá is csekkelek, hogy biztos legyek benne. Úgy is van! Újratöltési idő csökkentés, az összvisz az az 5%, amit ő a mesterségekből hozott magának. Vagyis a Requiemen, vagyis a gyászcsapáson 152 másodperc töltési idő a 60. percben. Ez azt jelenti, hogy csak minden második harcra van Karthusnak ugye ultia. Így adott esetben, hogyha a lapu csapata tud megfelelően alkalmazkodni az ellenfélhez, és meg tudják őket ölni ugyanígy, ahogy az előbb, akkor bizony meg lesz a lehetőségük be is fejezni a játékot közben. Én ma észre sem vettem egyébként, hogy a sárkányt elvitték a lapusok. Lángolnak. Nézd meg. Megint nagyon durván lángolnak. Ennek köszönhetően ugye orbitális lángoló hadművelbe lehet majd belekapni, és a lánglovagok majd lángolba kaphatnak. 43-35, 95.400 gold a kék oldalon, 97.900 gold a piros oldalon. Kismály ezt megint bajban van közben, neki villanása nincsen, mindes pillanatra kimegy az inisétre. Kassadin táncol mellett, a Kassadin ugrik majd, aztán villan tovább, meghal Chris. Jó a Jinx ulti, 2 a nullájér, eddig a csere, ettől félre meghal, éppen se a Kassadin hátul, meghal, majd ugrik, azért is megint 2-2-es csere.
Hát úgy állsz el, mint a mérgezett egerek, akik nem tudják, hogy mi az Isten csinál. Mindenki jobbra, egyik balra, másik középre, mindenki másra hal meg, összeiszönnek az ultig, és megint kettő-kettő serénk van. A két lövész pedig még életben van, tehát a fő ütő kártyájával mind a két csapat rendelkezik. Középső ösvényen már nem nagyon van mit célozni, azonnal érkeznek a pingek a felső ösvény inhibitorára, amit meg is kezdenek Swainék. Ez meg lesz még mielőtt Jinx odaérhetne és komolyabb sebzést bevihetne. A Wildosok meg egyszerűen el fognak jönni, nem kockáztatnak semmit, a nasor még mindig él. Át fogjuk lépni a 60. percet, hölgyeim és uraim, ami azt jelenti, hogy innentől kezdve már 90 másodpercnél is több ideig fog tartani, mire valaki újraéled. A Wild pedig szemet vett talán a nasorra? Nem. Nem vett szemet a nasorra. 100 000 aranyat lépünk át a lapú oldalán. Több aranyuk van, mint a Wildnak. Ki az Istent érdekel már ez? Hát mindenki befejezett mindent, ezek meg lángolnak. Fullbillen vannak és lángolnak. És még láng. Né, mindegyik. Nézd meg. Nagyon szép. Nagyon sukárok. Húha. Mit lesz a fordulópont? Először érkezik ugye Thresh és Graves. Trény, Kazis is, ugye Kazis jóval később érkezik, ugye Kassel is még szintén jön, és elhozza a baronosot közben a lapul csapattal. Jön a következő push majd a lapultól. Hiába van két nőt a belentve, hogy a VI Multigaming által egészen a Nexus Tornak fel van totálisan bizonyos pálya. Most jöhet majd a második felvonás, mégpedig a lapultól. Igen, a középső ösvényén indulnak meg Kassadinnak. Nagyjából fél perc múlva lesz elérhető a teleportja. Addig pedig ugye Jarvan is kihasználja, hogy 4 másodperc alatt térhet vissza a kezdőre, illetve egyből visszakapja a manájának és életerejének az 50%-át. Mi? 28 000 arany felé veszi az irányt most már Graves. Szerintem neki van a tarsolyában körülbelül még 6 000, amit nem tudott elkölteni, és azt kezd vele, amit akar. Cipőjét, ugye még mindig Zephyrre váltotta, most már van nála Phantom táncos is. Nem tudom, hogy mit adott el. Eladta a szimitárt, lett helyette őrangyal. Graves most ugye egyszer újra élet, meg van még Elixírhegy, meg minden. Lapujék már nem lángolnak, csak Elixír van. Kis homokkatonák meg szépen lassan elhalnak, és Lapu egyszerűen nem áll össze, nem egy ösvényt pusolnak, hanem szétszórulnak. Jinx fogja a felső ösvényt hozni, Kassadin mobilitását kihasználva elkezd megint az alsó ösvényen szórakozni, ahol ugye újra élett az inhibitor. Jinx eközben halad a milliónak felé a felső ösvényen. Kassadint még mindig nem látja senki, de Swain továbbra is az alsó ösvényen van, tehát Real Irelia nem tud elég effektíve backdoorozni, de most már ott van a minionok közelében, és a nasor buffal kiegészült minionokkal 3 hiteli az inhibitort, Kassadin menekül, de nem fog tudni, de azt a mit ránt a Thresh! Hát a Kassadin az ugyanaz ki, és úgyhogy megint mindenki áll, mint konkrétan Marcia moziban. Megvan igazából Kassadin, ettől függetlenül dől a torony, ott az inhibitor teljes mértékben szabadon be is van döntve, jön vissza egy lapul csapata. Kassadin halott jönni ez a bizonyos Janna, Janna meghal még útközben, így 1-2-es csere, mi van? Igen. 2-0-ás csere van között, hoppá, Vi Multigaming javára. Viszont nincs inhibitor a Vi-nak középen és az alsó esélyen felől sem. Ez keveset számíthat, most ugye még majdnem egy percig kétfős emberelőny van, és meg lehet indulni a középső ösvényen. Adott esetben a játékot is be lehet fejezni, de Nashor buffjával még mindig a lapu csapata rendelkezik. 63 perce megy a meccs, és nem bírunk döntést elérni egyik oldalról sem. Hiába van ekkora előny a Wildnál, megint el fogják hozni az inhibitort, és hátrább kell lépniük, mert a Nashor buffal ellátott minionokkal nem bírnak. Még az inhibitort sem hozták el. Most egy Jinx a felső ösvényen közül védelmezik, ugye a felső, hogy neki kellemetlen inhibitorja, a felső ösvényen nincsen a lapulnak. A középső ösvényen és az alsó ösvényen van, valahol meg toronyos éppen akad, ami éppenséggel háború után megmarad, vagy fennmarad. 64. percben, hát már azt tudom melyik percben járunk, 63,5 percben járunk, 47-37, mind a két csapatnak van mindenre, be vannak vásárolni, totálisan, fullosan.
Mely talán a nézet képessége fresh. Negyedik? Nem, harmadik. Még csak harmadik wild sárkány van, ami azt jelenti, hogy most tesznek szert az 5% mozgási sebességre. Senki nem tud már semmit építeni. Mindenki teljes tárgyakkal rendelkezik. Thresh még építkezik. Thresh még mit? Most a Kazusz is építkezik valamit, elad valamit, ezt nem veszi a Banshee-t. Végül is. Vagy mi GM. Ez Swain halhat meg. Meg is fogadjuk azt, hogy neki villanás jelen pillanatban nincsen. Jinx ulti az mellé. Ilyen közben azért is, mivel bebe szurkálni oldalról. Meghal igazából így. Swain viszont Kasztrin épessége kijön. Már ő mana nélkül rohangál. De van teleportja, tehát visszatér a kezdőre és csatlakozhat a többiekhez. Sorsdöntő pillanathoz érkeztünk. Mehet előre a lapu csapata. Kettős emberelőnyt is ki lehetne alakítani, ha sikerülne valakit Jarvan levegőbe repítés alatt megölni. Nem Chris kellene, mert Chris az ott marad és sebez. Ezt a disznót itt, ezt a Graves-t. Ölni, amivel van. Lökni. Azért katonák szétcseli teljesen Chris, megint csak Chris így a falat lelakja még. Azért egy kisebb volt a fog kijön, a húzás pedig mellé Flash-től. Megint nincs initiative, a Vine Multigame, mint a halott Techno 5v4-ban emberlényben a lapul. Nincs haladás, nincs még barnas, az két perc van, lesz sárkány, megint nincsen, nincs mit csinálni, csak pusolni. De hol? Nem tudna pusolni. De hol? Kassadin a felső ösvényen van, és a toronyig még mit? Bemennek a torony alá, kijönnek a torony alól. A tornyot nem ütötték meg még konkrétan, és Jarvan még bajban is lehet, azonnal csúszik kifele. És láthatjuk, ahogy azonnal meg tudja védeni a bázisát a Wild Multigaming csapata. Közben egy lesújtással, amit az éjfarkasokra eszközölt, ugye Jarvan, ott hagynak egy szurdok lidércet az ellenfél dzsungelében, ami egy kis plusz rálátást biztosít majd a Wild Multigaming mozgására. Egy újabb napkorong semmisül meg, 18 torony írható már a Wild-nak a számlájára, elég abszurd ebből szám. Ebből elég sok homoktorony volt, ezért valljuk be. Hát ezek a napkorongok, ezek elég érdekesen működnek statisztikailag. Ugye ezek is számlálódnak. A 66. percre érkezünk. És hol a vége? Nem tudom már. Igen, látjuk azt, hogy igazából már ilyenkor Goldban nincs értelme különbséget tenni. Az objektívek kihasználásról már igazából egy fős emberlőnyben bullizni lehet, de a két fős emberlőnyben meccset lehet nyerni. Tök mindegy, aki legelőször a két fős, egy fős emberlőnyt összehozza magának, az igazából konkrétan meg fogja nyerni a meccset. 67. percben megáll az eszem, hogy mindig itt ezt a meccset nézzük. Nincs egy értelmes trash hook, tiszt akarják ölni, aki meghal 5 ember között. A Divi-Gem ugyanúgy kijön, a Graves pedig életében még először halt meg a meccsen, ami megint igazából totálisan szinte lehetetlen körülmények között történt, meg 18-1-15-tel, 600 millionnal. Hát nem tudom, hogy mi van, de a baronosra egy másodperc van, most már éled. Graves jelen pillanatban a bankok rémáma. Bankok rémáma nem tudja hova 600, tenni az aranyat. Ebben a pillanatban 600 milliont farmolt Graves. A 67 perc alatt, meg a baronosra, meg a lapunál. Lapul! Lapul! Nekem már mindegy, csak valaki tolja be. Megint a lapunál a sor, megint lehet vele menni. Felső ösvény, kedves lapu, felső ösvény, torony. Inhibitorokat kell szedni, és Nexus. Minden inhibitor áll. A felső ösvényen rengeteg minionnal lehet érkezni. De megint nagy a wave clear, megint nem jutunk torony alá. Ja, így épességgel a homoklatára megint fel, és megint kiszínbe villanással, jó a fal, what? Egyedül csak kapva, de ez már legalább ötödjére látom ezt a bizonyos villanást, de Chris takarítják le, az ulti még épességgel kijön Dimizsnek, rakat igazából a pajzsék húzza, fél életről Jinx-en, Jonna szintén fél életről a Jinx, és Jonna még jelen pillanat ultia van, nagyon kell, akkor lehet HP-zni, ez szorakkal üzenem, hogy nyugodtan átállhatsz, emberelőny van, nincsen Chris, egy percig meghal Jonna, már megint egy, az egyért konkrétan nem vittem el. Tehát hátul végre Gészen van a fókusz, leforrásra róla majd a GA elég valószínűleg később, hogy még élen egyszer halad egészen a meccs alatt, nem többször. Egy GA, két GA, egy halott, két halott, nem még nem villanki közül mindenképpen a Tastó lett, hogy 3-1-es csere, Tasi most hal meg, nem még mindig nem hal meg, visszafordul most hal meg, nem hal meg. Visszamegy a kezdőnek, nem viszem el, hát a fiatal tudjanak, hogy még a torra, még éppesség kiért Tas és Trash, de ebben szent pillanatban végre. 69 perc múlva sikerült valakinek befejezni a meccset.
Megvan a két nagy döntősünk. Mondanám, hogy gratulálok, de... Megjöttek a víz alá. Inkább megjöttek a víz alá. Elmentem cigizni.